Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, jöjjön Mass Effect Andromeda! Megéri-e? Már, már nem bírtam a hallgatást, jó, most már kint van a játék, egy jó ideje, aki megvette, megvette, aki nem vette, nem vette, de valahogy is szeretném hozzáadni én is a, az egész történethez a, a dolgokat. Igyekszem olyan objektívnek maradni, ami ennek csak lehet, annak ellenére, hogy közel áll a szívemhez, ez a sorozat, és ezért fogok úgy beszélni róla, hogy pro és kontra. De viszont szeretném azzal kezdeni, és ami a legfontosabb, és azoknak, akik még nem ismerik a Mass Effect-nek az univerzumát, és gondolkodnak esetleg még rajta, hogy megvegyék, vagy, vagy csak úgy gondolkodnak, hogy játszanak vele, ha értitek, mire gondolok, azoknak most elmondom, hogy, hogy mit érdemes róla tudni, és akkor legyen az a pont, ahol, ahol kikapcsoljátok utána a videót, mert, hogy, mert utána jön minden más. Uh, amit én szeretnék hozzájegyezni a Mass Effect Andromédához. Nos, az, aki új uh, ebben az univerzumban, annak el kell mondjam, hogy akár honnan nézem, a Mass Effect, a um, YZ generáció, gamer generációnak az egyik legjobb uh, sci-fi története, és egyben leg kreatívabb játéka is, így mondhatnánk ezt, szóval kimerem mondani ezt. Mind a Mass Effect 1, 2, 3, illetve most az Andromeda abba a kategóriába tartozik a mai játékok világában, hogyha új vagy, kihangsúlyozom, hogyha új vagy ebben az univerzumban, hogy lefosod a bokádat, belemártsz a kezed és körbe a szobádat látványban, és történetben, főleg gondolok itt az 1-2-3-ra, tehát a Mass Effect 1-2-3-ra, hiszen ezt még azért teljesen nem vittem végig, de eh, ahogy elnézve, hogy alakul a története eh, ennek a játéknak, egyre-egyre inkább eh, bele akarok mélyedni. Ez, ez, úgy történt, hogy a videóanyagokat, amiket most láttuk, így elkezdtem játszani, és mondom, hát akkor rögzítem, amit érdemesnek találok, hogy legyen valami videóanyagom, és nem bírtam abba hagyni a játékot, hogy megcsináljam ezt a videót, hogy, mert, mert annyira kezdett el egyre inkább lekötni maga a téma, ha nem is játék, játékmenet. A világok fantasztikusak, fantasztikus a grafika, szóval, hogyha van egy über nagy képernyőd, és itt sajnálom, hogy még csak laptopon, tehát nem bírtam ki, hogy megvegyem a nagy gépet, és azon játszott nagy képernyő előtt, már, ki akartam próbálni laptopon. Hogyha van egy nagy képernyőd, úr és ez a játék gyönyörű lesz. Tehát Frostbite engine alatt fut, úgyhogy már rossz, már rossz úton nem, nem járt az egész. Fantasztikus világok, és a világokat mondom úgy, hogy a Mass Effect 2-nek a, 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 a világ kombinációját valahogy sikerült átült Tetni. ebbe is változatosak, és öm, gyakorlatilag öm, nem tudsz benne túl sok mindent csinálni, mert nem feltétlenül open world az egész játék, de a világoknak a szépségei változatosak, gyönyörűre meg van csinálva, a gameplay fasza, a téma érdekesnek látszik és öm, tűnik öm, igazából, úgyhogy öm, ha új vagy az ez és szereted a sci akkor ez az a játék, amit öm, meg kell venned, Tehát érdemes megvenne. Tudom, hogy hallottad azt, hogy hogy hülye ö, arcanimációk is tényleg nagyon hülye arcanimációk vannak benne. Tehát az igazság az hogy a technológia, amivel csinálták ezt az arcanimációt, az egy felületes technológia volt. Tehát lényegében semmi más nem csinál, csak beszkennel az emberi arcot, és hozzáadnak mozgás, szájmozgást és kész. Tehát teljesen ilyen, nagyon egy ilyen gyors, gyorsított eljárás volt gyakorlatilag, amire ha igazak a hírek, akkor a BioWare-t a, a kiadó tulajdonképpen rákényszerítette, hogy ezt így gyorsabban csinálják meg, hogy gyorsabban fejezzék be a játékot. Nos, ettől eltekintve ez egy olyan játék, ami kurva jó, és ha új vagy, meg kell venne szóval nagyon érdemes Öhm megvenni. És, és, itt most mondom el, hogy itt, itt, ez az a pont, hogyha eddig gondolkodtál azon a játékon, hogy megvet, kipróbáld akármi, akkor az az a pont, ahol itt ki kell kapcsolod ezt a videót, mert ez az, amit el lehet mondani a Mass Effectről. Jó téma, gyönyörű grafika, nagyon jó harcrendszer, és hogyha érdekel egy jó sci-fi történet, egy olyan játék, amit érdemes a mai sok a generációs szar játék között megvenni, akkor ez a Mass Effect Andromeda is. Annak ellenére, hogy milyen idióta arc animációk vannak. és most akkor kedves Mass Effect rajongók, akik már játszottak a Mass Effect-tel, kijátszották az 1-2-3-ot, hozzátok szólok most, Uh, hogyha még esetleg gondolkodtok, hogy megveszitek-e, vagy ki akarjátok próbálni ezt a játékot, most azt hiszem szeretném azt lekötni, hogy uh, számunkra, vagyis azok számára, akik játszottak már a Mass Effect-tel, ez az a Mass Effect, amit megvársz, hogy 3000 forint legyen. Mert um, az igazság az, hogy. Um, nem feltétlenül éri meg most jelen állapotában ez a játék az, amennyit elkérnek étve, és azért pofátlanul magas összeg, úgyhogy ez a játék mindenképp város. Város, hogy olcsó legyen, akkor viszont nagyon-nagyon érdemes belefektetni, kijátszani, és a többi. Miért mondom ezt? Az első és egyik legfontosabb dolog, hogy a Mass Effect 1, 2-3-nak az arcmimikája, karakter, kidolgozottsága, személyisége sokkal, de sokkal jobb volt, mint a mostani főszereplők személyisége. Miből mondom ezt? Például elindul a játék, rögtön, már nem lövöm le a poén szerintem ezzel, rögtön a játék elején a főhősnek az édesapja meghal, és mindehhez uh, hozzájáruló arcmimika és érzelemmentes uh, színészi hang, gyakorlatilag semmisé teszi az egész jelenetet, az egész dolognak a súlyát és minden fontosabb esemény ahogy, ahogy jön a játékban minden fontosabb esemény olyan könnyedettségi idióta humorra próbálják helyezni az egészet, hogy hogy nem fogott fel gyakorlatilag a mondhatni a súlyát azoknak a változásoknak és azoknak a, az eredményeknek amit esetleg ez az úgynevezett pathfinder, tehát ez az útkereső um, egyénak főszereplő, aki te vagy tesz le, tehát érzelemmentes kommunikáció ez még sajnálatos módon hozzátársul ez a fapofájú um, kancsalszemű karakter animációk is, és ez nagyban um, elveszi a hangulatát, azt, azt, a hangulatot, amit például megismerhetünk egy Mass Effect 2, egy vége, kettő, ö, kettő, egész játék során, Mass Effect 2 egész játék során, ahol a, az összes karakter, akit magad mellé gyűjtöttél szereplőnek, olyan tök jól kidolgozott, erőteljes személyiségük volt, ö, ehhez képest a mostani két főszereplőnek, mondjuk két szereplőnek, aki mellette van, aki kísér semmit. Tehát Pibi, a kis aszari leányka, neki talán van valami extra személyisége beültetve, de az összes kommunikációs személyiség egyelőre, ahol eddig eljutott a játékban, egy olyan nagyon idióta, mindenből próbálnak humor csinálni című történet. Nagyon gagyi... A régi Mass Effect-ekhez effect képest mondom, gagyi kommunikáció uh, van benne, párbeszédek, vagyis nem kellett kommunikálni, tehát nagyon gagyi párbeszédek vannak benne, és ez nagyon ront um, a játéknak az epikségén, az az igazság. Nem meghalt az apám! Hát, nem számít, megyünk, felfedezünk még 5000 bolygót, azt se tudtam, ki volt az apám. Fölébredtem 600 év, uh, izé után uh, alvás után, és el meg bolygókat, és ezt ilyen jáci könnyedséggel előadjuk, lezúzzuk aki. Uh, előttünk van, és kész. Nagyjából el van uh, intézve a dolog. A másik dolog, amit ki szeretnék emelni. <laughs> A Mass Effect 1-2-3-ban, ugye, is ez a történet 600 évvel a Mass Effect 1-2-3 után játszódik. És a Mass Effect 1-2-3-ban, a alófaszt csinálta, megmentetted az egész galaxist, az, eg az összes fajt egy ö, halálosztó gépezettől, egy halálosztó fajtól, hogyha így tetszik, megmentetted a galaxist. Most ez komolyan van, ettől nagyobb. Eredmény? Tehát így, egy kicsit olyan, mint a Guardians of Galaxy, a Galaxis őrzőinél, hát megmentették a galaxis egyszer az első részben, és most jön a másik rész, megint megmentik a Galaxis-t. <laughs> Értitek? Szóval a Mass Effect 1, 2, 3-ban egy olyan döntés sorozatokon kellett végigmenni, amire elérte a harmadik részhez, hogy már féltél rányomni az egérrel, a párbeszédeknél, vagy amikor a Mass Effect 3-nál a, a döntés meg kell ezt hozni a három ö, felállított lehetőség közül, már nem tudtad, hogy mire kattintsi, féltél kattintani egyáltalán, hogy milyen következmény ez az egésznek, és hát végül olyan lett a milyen lett, tehát lehetett volna jobb lezárás is a Mass Effect 3-nak, de. És, 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 tényleg valami nagy volumenüt éreztető megcsináltál. Ehhez képest, oké, okay, ehhez képest mit kapunk most fő ellenségnek? Egy humani, humanoid kinézetű UFO vagyis hát idegen faj ellen kell harcoljunk, tehát hogyha már elutaztunk, kiutaztunk a tejütrendszeren kívül, hogy új hazákat találjunk, vagy új bolygókat találjunk, ahova letelepedhetünk, akkor legalább az Isten szerelmére csináltak volna egy olyan fajt, ami nem úgy néz ki, mint az ember. Már, már bocsánat, azon kívül, hogy az arca más, de két keze, két lába, öcsém, szóval három ujja van. Hú, Szóval valami, valamit extrát belevihettek volna, mert hogy hát Legyünk őszinték, azért most nem a galaxis mentjük meg, csak az emberiségnek találunk egy új azon. Tehát így, mi ez ahhoz képest, hogy megmentettünk több milliárdnyi, több bolygónyi fajt, gyakorlatilag meggyógyítottuk a, a Krogan népet, szóval ilyen, tehát így teljesen öm, eltörpül ez a feladat a Mass Effect 1-2-3-hoz képest, és ebből adódóan E, azt kell, hogy mondjam, hogy a játéknak, a, ez megint csak elvisz a játéknak a, az epikségéből. Persze még nem játszottam ki rengeteg kérdés merül fel, de ez csak a sztori érdekességéhez járó hozzá, de a végén csak egy idegen fajt kell legyőzzél, egy olyan idegen fajt, amit megtettél a Mass Effect 2-ben, és az előkészített egy nagyobb volumenű eljövetelt, egy nagyobb volumenű faj ellen. És természetesen itt a másik uh, dolog, miről szól ez a játék, és hát találtál egy idegen technológiát, amit szeretnél felhasználni, uh, hogy um, jó legyen uh, neked, és hogy jó legyen a népednek, és hát uh, várjunk csak, olyan ismerős ez a történet. Miben is volt ez? Jó, ja, Mass Effect háromban, vagy kettőnek a vége háromban találtunk egy ide háromban igen, találtunk egy idegen technológiát, ami végül hozzájárult a reaper a kiirtásához. Ú, ismerős ez a történet. Na, itt is van egy idegen technológia, ami valószínűleg hozzájárul ahhoz, hogy terraformálják az új bolygókat, ahova betesszük a lábunkat. Gameplay, na most ez, ez mindenki így eldönti magának, hogy, hogy, ez a téma, illetve ez, ez mennyire ad hozzá a játéknak az élvezhetőségéhez, a régi Mass effect képest. Gameplay szempontjából én az, az, igazság az, hogy tökre elégedett vagyok. Tényleg egy gyönyörű környezetben, egy sokkal jobb harcrendszerrel van megcsinálva az egész történet, és, és sokkal élvezetesebb és változatosabb um, játékot tudsz biztosítani magadnak. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy a menürendszer, amit, amit kitaláltak, um, nagyon um, összezavaró tud lenni, legalábbis az elején, aztán elkezdesz rajta kiagazítani. Az igazi fanatikusoknak um, beletették. Azt a kis aprólékos részleteket, hogy gyűjtögethetsz, kennelget. ez Annyit kell szkennelni, hogy már a G-gomb kikopott a billentyűzetemről, tényleg. De gyűjtögethetsz, scannelgethetsz, és belemerülhetsz a az univerzumba, a lehetőségekbe, a fejlesztésekbe. De ha nem vagy az a fajta játékos, aki ezt kedveli, attól függetlenül, teljes mértékben kiátszhatod a játékot, csak áll is nagyon könnyűre, és akkor nem kell semmivel se törődnöd, csak a története egy kis lövöldözése. De ha igazi fanatikus, vagy, és, és tényleg meg akarod azt csinálni, akkor, akkor megvan rá a lehetőséget, hogy egy, egy jó mértékig belemerül ebbe a játékba. Multiplayer. És megint csak miért mondom, hogy, öm, megéri várni, meg kell várni, amíg ez a játék ez olcsóbb lesz. Azért, mert ha bár a multiplayer nagyon így fényezték, hogy jaj, de jó, és tényleg jó, nincs olyan egy, egy semmi probléma, tényleg jó a Multiplayer, a probléma ott van vele, hogy pontosan ugyanolyan, mint a Mass Effect 3-ét. Leszámítva azokat az extrákat, amit hozzáadtak, tehát kicsit olyan, mint a Call of Duty minden évben, némi extrát hozzáad, de gyakorlatilag ugyanazt kell csinálni, lőni a másikat. Itt is most ugyanazt kell csinálni, ellen kell állni hordáknak, amik jönnek folyamatosan. Jó, jó, azért jó, mert egy új Mass Effect univerzumban játszodik, új enemik, új lehetőség, új menürendszer, új egy csomó karakter, rengeteg lehetőség, rengeteg opció és beállítás és fegyver és anyám kínja van, ami fantasztikum, és tényleg nagyon jó, tényleg ez, ezen része le fog kötni a multiplayerbe, de a játék még mindig ugyanarról szól. Nem adtak a játékmenethez konkrétan semmi nagyon extra, csak hogy Survivor legyen jó, legyen fit, állt ki az ellenfeleket, és hát végül is mulatsz egyet -egy jó uta haverokkal. A multiplayer móka. A single player, hogyha végig maszk lenne a, a a szereplőkön, akkor tökre elfogadható lenne, akkor még annyira nem is zavarna, hogy maga a párbeszédek annyira semlegesek, és nincs bennük semmiféle érzelem, az, az igazság, de ettől függetlenül a játék úgy Isten igazából, ezeket leszámít, amiket itt felmondtam, amik engem egy kicsit zavarnak, a Mass Effect 1, 2, 3 hoz képes, vagy nem tudom, egyáltalán hasonlíthatom ehhoz, de, de nem bírok ellenállni, ne hasonlítsam ehhez, ehhez képest azt mondom, hogy fasza, játszható, meg kell várni a leakciózást mindenképpen, mert, mert a, és hogyha nincs egy nagy képernyőd, akkor szerintem felejtős is. Na, mindegy. A lényeg az, kíváncsi a véleményetekre, te játszotta, ti játszottatok-e vele, mit szóltok hozzá, zavere nagyon titeket az animációk, amiket behoznak, amit elméletek, majd ki fognak javítani. Úgy nagy általánosan írjátok le, mit gondoltok a játékról. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok el lájkot, iratkozzatok föl, ugorjatok el Facebookomra. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!